Hello, srácok, üdv a csatornán, uh, Kipör vagyok. Elindítottam ezt a felvételt, de pontosan nem fogalmazódott meg bennem, hogy mit kellene mondanom ezzel a témával kapcsolatban, de úgy gondoltam, hogy kell róla beszélnem, mert elért engem is az a hullám, hogy van ez a 13-as cikke őrület, és jönnek a kommentek a videók alá, hogy jaj, mi lesz a csatornáddal, meg mi fog történni, meg úristen, hogy most akkor ez letörlik a videókat, letörlik a csatornádat, meg ilyenek. Live közben is, tegnap is már, ugye meg tegnap előtt is végig kérdezgettetek erről a 13-as cikkeiről, bejött egy ember, akkor utána elmondtam, akkor fél óra múlva megint bejött egy ember, és akkor megint el kellett nekem mondanom, hogy ez miről szól, és úgy gondoltam, csinálok erről egy videót. Ja, és tegnap még egy instán is rám egy srác, hogy azért nem tudja nézni a live-ot, mert lelőtték a 13-as cikkei miatt a live-omat. Amikor valami más probléma volt, valami technikai mizéria volt, mert elvileg a, a láttam is, ugye csinált egy képet, ugye okos tévén nézte, valami probléma volt, és akkor, ja nem, pont én is én szakítottam meg a live-ot, és akkor ő, ő, azt hitte, hogy hogy valami van ezzel, és akkor most nekem iszonyat szankciók lesznek na, 13-as cikkely. Először is, nem most nincs hatályban ez, már mint az Európai Parlamentben ezt megszavazták, de ugye még két évig fog türelmi időt kapni minden egyes ország, hogy ezt bevezesse és saját maga lokálisan ezt próbálja meg szabályozni, ugye és ez minden ország külön fogja ezt szabályozni ezt a dolgot. aki nem tudja miről van szó az, hogy gyakorlatilag ugye most már még inkább a jogvédett tartalmak véde, védve lesznek ugye mindenhol. Ez nem csak Youtube-on, hanem Instagramon, Facebookon, Twitch-en, az összes, ugye, minden platformon gyakorlatilag az egész interneten a jogvédett tartalmak jobban lehet őket kezelni. De ha szögezzük le, ezt elmondtam a tegnapi live-ban is, akik ott voltak, tudják, hogy eddig is ez lehetőség, ez a lehetőség eddig is fennállt minden, szinte minden kiadónak, minden zeneszerzőnek, mindenkinek. És ugye ez most ér, érvényes lesz ez a törvény a gameplayekre is. Ugye az is egy olyan tartalom, ami gyakorlatilag más más ö, készített ugye a játékot, és ha én bemutatok egy videót, akkor gyakorlatilag az ő neki a programát mutatom be, és emiatt ö, szankcionálhatnak engem. De ez eddig is megvolt. Ezek, ezek a dolgok, ezek eddig is megvoltak. Tehát ezért nem kell ettől félni, mert például a gameplay tartalom az, az, az eddig, is, eddig is, az is jogvédett tartalom volt, ha akarta volna például akármelyik kiadó, az IE vagy bármelyik, vagy épp a Farming Simulatornak a, ugye a kiadója, akkor szabályozhatta volna, hogy nekem a gameplay-eimet tiltsák le. Gyakor... Nézzétek meg, minden egyes videó alatt ott van, hogy és ezt nem én ki, hogy milyen játékkal játsz, azt, az, 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 az maga a rendszer ismeri fel, ott van, hogy farming simulator 17-19 akármi, és instant, ugye tilthatná. Ö, van is rá példa egyébként a, a mostani rendszerbe is. Például Nintendo és a Konami az nem enged videót csinálni a játékairól. Vagy hogyha enged, akkor ugye hát feltöltheted tervez, tervet, és akkor kapod a strike a bont, meg a mindenféle tiltást. Ö, ők ezt megteszik. Az összes többi gyártó és az összes többi kiadó nem teszi meg, mert ő nekik nemhogy nem hogy rossz az, hogyha te csinálsz egy gameplayt a játékáról, hanem reklám. Ugye te is például, hogyha én csinálok spintar az videót, akkor ugye lehet, hogy megtetszik a, a maga a spintar játék, és megveszed. És rengetegen, rengetegen írnak rám, amiatt, hogy, tök jó, nálam tapasztalta meg, hogy milyennyire jó sprint és miattam vette meg a Parvingot, miattam vette meg, egy csomóan írnak rá. Sőt, ugye a, a videósoknak példányt biztosítanak, a nagyobb videósoknak példányt biztosítanak a kiadók, a játékokból azért, mert tudják, Hogyha csinálnak róla videót mondjuk megjelenéskor, mondjuk akármelyikről, a 19-es farmingról, vagy akármelyikről, akkor ott ö, az reklámértéke van. És akkor megnézik, rengetegen megnézik gyerekek, és nem egy videósról van szó, hanem nálam megnézik, hanem van mondjuk 1000 farming szimulátoros videó, és ott megnézik mondjuk összesen a 19-es farming 19-es videó, megnézik mondjuk. 30 millió, és az 30 millió ember látja is, de hogyha akárhol reklámoznák, tv vagy bármilyen platformon nem nézik meg annyian. Szóval, nő, arra akarok kikadni, ez eddig is fennállt, de ez nem fog megtörténni, hogy például a gameplay csatornákat szankcionálni fogják, mert azt nem mondjuk nem a törvény fogja eldönteni. Hogy uh, te mondjuk. Nem farming, nem lesz leírva, hogy nem csinálsz farming simulator 19 es videót, hanem magának a kiadónak a kezébe benne lesz a, a, az a lehetőség, hogy ő szankcionálhat. Tehát ő, ő megvétózhatja, hogy te nem csinálhat. De nem fogja megcsinálni, eddig is megcsinálhatta volna. Ugye ez, ez leginkább talán a a, a, a. a zenei kiadókat fogja érinteni. Nem? Olyan, 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 extrém hype van egyébként ez körül, vagy e körül a dolog körül, mint, mint, valami, mint a kékbálna, ami volt, vagy, a, vagy, a, vagy akármelyik e, ilyen, ilyen tipikus, ilyen felkapott, e, nem videó, hanem inkább ilyen téma, ami most Youtube-on egy végig söpör, amiről lehet beszélni mert tényleg ezeket eddig is tudták szankcionálni, és ha akarták volna, akkor a gameplay et is szankcionálták volna, de nem tették, meg azok a nagyon durva felvetések, amikor arról beszélnek, hogy például, hogy azért nem rakhatsz ki például egy Instagramra majd egy képet, mert van egy coca ezt, ezt, annyi embernél hallottam, hogy azért ezt videósnál, hogy olyanról beszél, hogy nem rakhat ki majd, hogyha Instagramra te is posztolsz, nem csak a videósokat érinti minket, hanem majd, ha Instagramra te is posztolsz egy képet, és ott lesz egy Coca-Cola plakát, akkor majd a Coca-Cola rád fog írni, hogy uh, szedd le az Instagram videót, vagy pedig valamilyen keresőmotor majd észre fogja venni. És le. De hogy fogja? Miért? Pont nem azzal foglalkoznak, hogy Kovács József ö, milyen, hol, fog, hol, csinálta a képet magáról, és ott van egy coca -Cola. Ez mind reklámértéke van, ezeknek reklámértéke. Nagyon sok dolognak reklámértéke van. Én megértem, amikor ilyen zelei akarnak lopni, és akkor YouTube-ban ugye hallgatják a... a és ahelyett, hogy mondjuk más platformon ugye hallgatnánk, amíg vannak ilyen szándékosan, ilyen... Fú, mi, mi, a, mi a franca... Mindegy, van egy, van jó pár ilyen ö, zenei ö, szoftver, amivel, vagy applikáció, amivel tudod hallgatni pénzért, előfizetéssel ugye a különböző kiadóknak a zenét, de ö, gyakorlatilag a, a Youtube-on most is a zenéknek a 900 át ha felhasználod, akkor ugye ö, kapásból kapsz egy olyan értesítést, én is például felhasználhatok mondjuk olyan zenét is, amelyik copyrightos, kapsz egy értesítést, hogy amit megnézik a te videódat, azért kapja a, a mondjuk a, a akármelyik kiadó ugye megkapja érte a pénzt. Tehát ők így is megfog, megkapják a pénzt, és ö, ha felhasználod a zenéjüket, tehát nem én fogok akkor, onnantól, hogyha én felhasználok egy copyright zenét a videómba, és ők engedélyezik, hogy használjam, akkor ő fogja megkapni érte a pénzt. Igaz, hogy ö, senki nem kíváncsi arra zenélyre, a zenére, hanem mondjuk a farming szimulátoros videóért nézik meg, de ő azért is kapja, olyan, mint hogy csak, csak feltöltette volna ö, ő maga azt a zenét külön. Szóval, őket, leginkább őket védi, de eddig, eddig is meg volt az, hogy ők ö, kapták a jutalékot. De itt, ami nagyon pontos még az, hogy, hogy ezt minden kiadó és minden jogtulajdonos saját maga fogja eldönteni. Ugyanúgy a kiadók, a játékfejlesztők, mindenki. És a zenéknél nem ott talán nem azt mondom, hogy ott reklámértéke van annak, hogy más is felhasználja a dolgokat, de hogyha te csinálsz egy Coca-Cola háttér előtt egy képet, amiről nagyon sok videós beszél, hogy, hogy jaj, hogy majd azt is le fogják neked szedni, mint magánember, le fogják töröltetni az Instagramon, nem, hát az, annak reklámértéke van, ugyanúgy, mint a gameplay videóknak reklámértéke van, és nem fognak vele semmit csinálni. Ez ad jogot a, a kiadóknak, a jogtulajdonosoknak, ad egy jogot, hogy jobban tudjanak élni a jogaikkal, de nem fognak vele élni, mert az olyanok, olyan dolgokkal meg főleg nem, ami gyakorlatilag ő neki pénztermes reklámot hoz, értitek. Úgyhogy ez gyakorlatilag ennek nagyobb a füstje, mint a lángja, és ez tényleg arról szól az egész, hogy és már ment egy ilyen hype vonatba, amire mindenki felül, az összes videós felül, és akkor károk és, 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 tényleg és nagyon sokan szerintem első olvasták az egészet. Ö... Például rengeteg olyan ö, kivétel van, amikor felhasználhatsz harmadik, vagy második féltől származó, vagy olyan féltől származó tartalmat, ami nem a tiéd. Például ott vannak a, a, a nem is tudom, még paródiák, meg a. Meg, Mik voltak a paródiák, meg idézetek, meg egy jó, jó pár, le van írva, ugye, legalábbis van az, hogy mik nincsenek benne, benne még ne, fo, nem foglaltatnak benne. Ugye mindenki arra azt mondja, hogy valószínűleg, hogy a kereső motorok, amik ö, keresik gyakorlatilag ezeket a. mert ugye nem emberek fogják ellenőrizni ezeket, hanem engine-ek, ugyanúgy, mint ahogy most, azok majd fognak hibázni. Hát biztos fognak hibázni, most is hibáznak. Nekem van olyan, hogy a Spin-Terror-os fúj a szél, és azt, ö, azt jelzi, hogy ott egy olyan zene van, ami nem az enyém, és akkor nyomok rá egy izét, egy felebezet, és megvizsgálják, és akkor elfogadják. Eddig is hibázott, ezután is fog biztos hibázni, de tényleg a, szerintem biztos vagyok bele, hogy gameplay nem fogja érinteni ez a, ez a, ez a dolog. Mert nem fognak vele élni, nem, fog, nem fogja megérni nekik, hogy eltűnjenek a gameplayek. Most képzeljétek egy kiadó, mondjuk a Farming Simulatorról soha többet nem készülne a videó. Az egész Youtube-ban ami nem igaz, mert ugye ez csak EU-ba fog érvényesülni, hát a külföldi videók lesznek. De mondjuk a fele videó el, vagy legyen az, hogy eltűnik az összes videó, most beszéljünk akkor globálisan. Szerintetek mennyivel csökkenne az eladási szám? Mert akkor hol reklámozna? Hol reklámozna farming szimulátoros uh, reklámokat? Hol helyezne? Az RTL klubban, vagy hol? Mert gyakorlatilag reklámnak számít ő neki azt, hogy te játszasz a farming szimulátorra, akárki, nem én, hanem mindenki globálisan. Úgyhogy az olyan tartalmakat, meg hogy például felraknak egy filmet az internetre, azt megértem azoknak teljesen jogos. Hát, ö, ott, ott, azok, azok, az nem, ne, annak nem reklámértéke van, ott már negatív, ö, nem, negatív kiesést okoz, ugye, vagy kiesést, ö, pénz pénzkiesést okoz a, a, kiadónak, mert nem nézed meg a moziban, nem, nézed, nem veszed meg DVD-n, nem veszed meg itt, meg ott, sztorba, hanem akkor szépen megnézed a videát. Oké, okay, az persze sokaknak rosszul, sokat rosszul fog érinteni, de ez van. De eddig egyébként ez is, ez is, is meg volt ugye a, a jogtulajoknak, meg a kiadóknak, kezdékben volt, hogy ezt tudják szabályozni, vagyis szabad nekik, csak nem tudják. Ez valószínűleg ezután se fogják tudni teljesen szabályozni. Mindig lesznek kiskapuk, mindig fel fognak tölteni. Most is most se lehet feltölteni ez jogvédett videókat, nem lehet feltölteni. zene. jó, a zene az más, azokat el szoktak csipni, ugye ez, a, ez az engine, és akkor ugye ő kapja a pénzt, ahogy mondtam az előbb, meg ilyesmi. De a, ott van, a rengeteg film van például, még youtube ban is rengeteg film van, teljes film, amit nem tudnak, nem tudnak vele mit kezdeni, mert nincsen megfelelő algoritmus, ami elcsípje el őket, és, és Rakják fel folyamatosan őket. Siába akarnák szabályozni a kiadók, nem tudják. Ö, ezután is mit fognak, miért? mi fog változni attól, hogy most még nagyobb ö, jogot adnak a kezükbe? Na, most már még jobban elkaphatod a ézét a teljes filmeket leszedheted, amit tudom én a Ez Ezután még jobban. Ezután sem fogja tudni jobban, mert feltölti másnapos rác meg, mint tudom én. Esetleg, hogyha jobbak lesznek az algoritmusok, ami elkapják. De mondom a gameplay videókat, valószínűleg nem fogja érinteni. Sőt, százszázék hogy nem fogja érinteni. Az olyan hülyeségeket, meg hogy mögötted van egy Coca-Cola parakát, aztán miatt le kell szedni instagram a videó, aki, a fotódat. Az meg akkora abszurd baromság, hogy ezek, ne is foglal. Engedjétek el gyerekek, ezek semmi meg. Na, jó, oké, okay. hogyha esetleg írjátok a kommentet, hogy mit gondoltok erről az egészről. Lehetőleg hosszabb, ö, több mondatba próbáljátok megfogalmazni a véleményeteket, és próbálok reagálni rá, hogyha olyan. Jó? Ja, na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!